Évekig a Vasinszky Múzeum előtti téren a múzeumok éjszakájához kötődően került sor a Borok-Húrok Fesztiválra. Aztán megerősödött és önállóvá vált, így 13 év tapasztalattal a hátuk mögött a szervezők azt mondják, ma sem bánják, hogy útnak indították az elsősorban a világzenét népszerűsítő találkozót. Csele Lajos, a Szekszárdi Gitárkvartett vezetője és a fesztivál egyik kitalálója azt mondja, mindig is az volt a cél, hogy a zenei sokszínűség jellemezze ezt a napot. Ennek megfelelően már összeszámolni szinte lehetetlenség, hányan szórakoztatták már a nagy érdeműt. De aki egyszer eljött ide, nagy valószínűséggel számon tartja ezt a város által is kiemelt rendezvényként kezelt programot. Szerintem törés nem volt, mert mi ugye, ha lehetséges, mindig megcsináljuk. Tehát már rutinosak is vagyunk, hogy hogy kell szervezni, nekiállunk fél évvel, háromnegyed évvel előtte, azért jó át van ez gondolva is, és most nem ment, nem tettél más, nem lehetett rendezvényeket szervezni, tudtuk, hogy átrakjuk erre az időpontra, most pontosan azért nem júniusban, ugye mindig júniusban van, június első szombatján van a Borok és Húrok, most azért raktuk augusztusra, hogy biztos meg tudjuk csinálni. Szerintem az egy nagyon nagy szó, hogy most már 13. alkalommal megvan, ugye mi arra próbálunk törekedni, hogy nagyon igényes zenék legyenek, a világ zenéhez közelítő zenék. Ez ugye egy új színfolt Szekszárdon, ez szerintünk külön is megállja a helyét, és ezért van 13. alkalommal. És akkor a lényeg az, hogy minden évben egy kis újdonság legyen, új nevek legyenek, új zenék legyenek, új értékek legyenek, és akkor már érdemes megszervezni. A házigazdák életében sem volt egyszerű az elmúlt idő, hiszen minden fellépésmentes időszak árt bármely színpadi művészeti ágban működőnek. A gitárzenekar tagjai azt mondják, egy érési folyamat zajlott a pandémia idején, melynek ma már érzik a hasznát. Volt egy időszak, amikor nem próbáltunk, de aztán belendültünk és elkezdtünk alkotni, tehát azért lett egy-két új dal, és hát, de szerintem tényleg mindenkit megviselt. Tehát például elszoktunk a fellépésektől azért, elszoktunk attól, hogy közönség van, ebbe vissza kell rázódni azért picit. Most újra elkezdtünk ugye koncertezni, hál' Istennek, azért egy év az kiesett, de mi gyakoroltunk. Tehát ugye mi megszoktuk azt, hogy péntekenként gyakorlunk, jó borokat is kóstolunk értelemszerűen szünetekbe, hogy ne felejtsük el, hogy milyen jó helyen vagyunk azért Szekszárdon. És hát gyakoroltunk, ez szerencse volt, de azért egy év kihagyás, azért éreztük, ugye itt volt az első komolyabb fellépésünk. Egy tanulási folyamat is, tehát igazából ez volt a jó az egészben, hogy alkotni és tanulni tudtunk, önfejlődni. Boncolgatnunk kell új műfajokat is talán egy picit jobban. Ez szépen lassan alakul is egyébként. Új stílusokkal is próbálkoztunk, új számokat is raktunk össze, sajátokat is, feldolgozásokat is. Dolgoztunk és szerintem előreléptünk, tehát, és ebből is egy jó párat most be fogunk itt mutatni. Meg hát rengeteg van még a tarsolyban, amit elkezdtünk, csak még ugye elég nagy a repertoárunk, még nem fér be, vagy még úgy gondoltuk, hogy egy kicsit várjunk, hogy érjen. Folyamatosan érzem, hogy persze fejlődünk, hogy egyre többen is vagyunk, ami nem baj, mert egy elég széles spektrum szólal most már meg a színpadon. És ugye, mert ennyien vagyunk, és mindenkinek szinte egy kicsit más a zenei ízlése, minél több dolog jön be az együttes zenélésbe, és ez jó. És érzem, hogy egyre jobb. A Szekszárdi Gitárkvartett ismét közönség sikert adatott. A szervezők pedig készülhetnek arra, ha jövőre lehet, ismét teltház előtt muzsikálhassanak a meghívott zenekarok, egy az ideinél is sokrétűbb zenei kínálatot nyújtva a világzene szerelmeseinek.